Hogy ne sírjon az az anya, kinek két fia katona, a harmadik elindítva, a negyedik fel van írva. E régi katonadal megidézi egy átlagos család érzéseit a nagy háborúk idején. Nem nevelek több árvát, nem adok a császárnak több katonát, hangzik egy másik katonadal, amely egy édesanya elkeseredett gyászáról tanúskodik. Ma a Hősök napján azokra emlékezünk, akik életüket adták Magyarországért. Nagy különbség van a között, hogy a hősiesség önkéntességgel párosul, vagy a katona parancsra teszi kockára életét. A visszaemlékezésekből azonban tudjuk, hogy a hazaszeretet, a bajtársi összetartás utóbbi esetben is példátlanul hősies önfeláldozásra késztette honvédeinket. Újkori háborújunk sorában elsőként a 48-as szabadságharcról emlékezem meg. 1848-ban sikerült először az, ami a magyar történelemben korábban soha, néhány hónap alatt százezres, önkéntesen toborzott honvédséget sikerült felállítania az első felelős magyar kormánynak. Csodálatos eredmény volt ez. Bámulatos hősiességről és leleményességről tesz tanúbizonyságot az a tény, hogy a professzionális harcedzett osztrák haderő felett győzelmet arattunk, és csupán az oroszok közbelépésével sikerült leverni szabadságharcunkat. Majd az 1867-es kiegyezéssel létrejött az osztrák-magyar monarchia, amely a magyar történelem talán legsikeresebb évtizedeit hozta el. A boldog békeidők időszaka ez. Gazdaságunk majdhogy nem önellátó lett, megindult a technológiai fejlődés, egyre több világhírű magyar találmány valósult meg. Ezen előzmények után talán érthető, hogy miután 1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst, és egész Európát elborította a háború, katonáink miért maséroznak olyan lelkesen az egyenruháikban? Dicsőséges győzelemre készültek. Ehelyett több éves háború, öldöklés következett, és talán nem maradt olyan család Magyarországon, amely ne szenvedett volna gyászt. A háború végével a monarchia, a kiegyensúlyozott fejlődés és felvirágzás állama felbomlott. Zavaros idők következtek, és bár 1918-ban egyetlen idegen katona sem tartózkodott Nagy-Magyarország területén, és honvédeink a 4 éves kegyetlen háború ellenére is védték volna az 1000 éves magyar határ, az állam újdonsült vezetése lefegyverezte és szétzilálta őket. A II. Világháború éppen így reménységgel indult, mint az első. A Trianonban megcsonkított, erőforrásaitól megfosztott országban, a Kárpátoktól le az Aldunáig egyetlen imádság remegett minden ajakon, mindent vissza. 20 év után végre megindult a revízió, és mindenki bízott benne, hogy egy igazságosabb korszak következhet Magyarországra. Nem így lett. Újabb sok éves öldöklő háborúnak estek áldozatul a magyar katonák, azok is, akik itt nyugszanak. Ma ismét a boldog békeidőket éljük. Szomszédunkban azonban a háború zajlik éppen úgy, mint 1999-ben, az első Orbán kormány idején. Akkor is, most is, határon túli magyar kisebbséget is érint a háború. Akkor sikerült kimaradnunk belőle, és megőrizni Magyarország békéjét és biztonságát. Bízunk benne, hogy ez most is így lesz. Azonban döbbenten értesülünk arról, amikor kárpátaljai magyar fiúkat háborúba visznek, hogy vérüket ontsák egy olyan államért, amelytől ők magyar kisebbségiként nem sok jót kaptak. Sokan végig gondoltuk az elmúlt hónapokban, hogy mi lenne, ha ide érne a háború. Régebben legényemberként bizonyára lelkesültem volna, ha védeni kell a hazát. Családapaként azonban már más jelent a kötelesség, maradj otthon, vigyázzunk egymásra. Ha azonban a háború a saját otthonát, szeretteit fenyegeti, sok mindent átértékel az ember, és talán olyan hősies áldozatot is vállal, amelyre korábban nem lett volna képes. Azokra a katonákra, akik itt nyugosznak a budakeszi hősi parcellában, talán már senki sem emlékezik. Nincs már senki, aki virágot hozna a sírjukra, leszármazottaik talán már nem is tartják számon őket. Ezért mi most szeretteik helyett is kegyelettel emlékezünk rájuk. Nagyon fontos, hogy megemlékezzünk elődeinkről, hőseinkről. Ebben segítségünkre vannak a honvéd hagyományőrzők, akik megidézik a múltat. És nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak azok a civil szervezetek,
akik fáradhatatlan önkéntes munkával gondoskodnak az emlékek megőrzéséről. Köszönöm a Szépítő Egyesületnek, hogy őseik nyomdokán immár több mint 35 éve gondozzák budakeszi emlékhelyeit. Köszönet a Budakeszi Kultúra Alapítványnak, amely a magyar történelmi emlékhelyek gondozásával a Gyimesi Hágótól Isonzóig budakeszi jó hírét viszi. Tudjuk, hogy honvéd hőseink áldozata nem volt hiába való, értünk haltak, és örökre beírták nevüket a magyar történelembe. Imádkozzunk azért, hogy gyermekeinket békében nevelhessük fel. És ahogy Klebelsberg Kuno mondta, a magyar hazát ne a kard, hanem a kultúra tarthassa meg, és tegye ismét naggyá. Nagyon köszönöm a meghívást, amit önöktől kaptam, mint hadtörténész nagyon megtisztelő, és mint egykor pedagógusként végzett ember pláne. És engedjék meg, hogy hagytal csak egy rendhagyó beszédet, kifejezetten az ifjúsághoz szólva. Ugye a Hősök Napját ünnepeltük tegnap, ugye ez mindig május utolsó vasárnapjára esik, nem probléma ez, hogy most ünnepeljük, és fölteszik nekem a hátulul ifjak a kérdést, hogy ebben a mai világban tényleg szükség van erre? Kik voltak a mi hőseink? Manapság annyira gyakran emlegetjük a mindennapok hőseit, a hit hőseit, az irodalom hőseit, de a katonaember csak egyfajta hőst ismer,
aki fegyverrel szolgálja hazáját abban a háborúban, amiben küldik helytáll, és aki el meghal. Ezek a hősi halottak. Mi nem nagyon ismerünk másfajta hőst. Ezek a halottak, akik belépnek ezáltal az öröki valóságba, a mi hadseregünknek ugyanúgy a tagja, mint én vagyok, mert velünk jönnek, láthatatlanok bár, de velünk jönnek, mert a nevüket ugye megörökítjük emléktáblákon, mint itt, és fölidézzük őket az ünnepségeinken. És hogy miért keletkezett, vagy miért született meg a Hősök Napja a magyar történelembe? Hát minden hadakozó népnek, és mi az vagyunk, a büszkeségének az egyik legfontosabb alkotója a hadtörténelme. A magyar hadtörténelem az régebbi, mint az államiság, jóval több, mint 1000 éves. És ezt a nagyon harcedzett népet, amely volt valamikor hódító nagyhatalom, valahogy csak éppen a megmaradásért küzdő nép, az első világháborúban érte a legnagyobb sok. Ez volt az a háború, mert bár csak 4 évet ölelt fel a történelmünkből, és ez csak egy villanás a magyar hadtörténelem hatalmas táblatából, mégis a legnagyobb erőfeszítésre kényszerített bennünket. Azt tudnotok kell, hogy a magyar királyság, az akkori magyar királyság egész lakosságából 4,5 millió embert hívtak be, ebből 660 ezer esett el a frontokon, 680 ezer esett hadifogságba, és 780 ezer szenvedett valamilyen sebesülést. 4,5 millióból. Ez az akkori arányok szerint, a statisztika szerint, ez azt jelentett, hogy 10 bevonult katonából 3 biztosan meghaltak, de inkább 4, és 4 biztos, hogy megsebesültek, és a többi maradhatott sértetlenül. Azokat viszont meg igénybe vette ez a rettenetes háború. Manapság hajlamosak vagyunk az első világháború frontkatonáit elfelejteni a második világháború rettenetes emlékébe, de a katonai veszteség jóval nagyobb volt az első világháború, mint a másodikban. A második világháborúban a katonai veszteségünk 200 ezer fő alatt volt. És azért nyomja el nyilvánvaló a második világháború emléke az elsőt, mert hogy történelemben időben közelebb van hozzánk, másrészt a front elérte Magyarországot és a civil lakosságot is rettenetesen meggyötörte, ez az első világháborúban elkerülte Magyarországot. De úgy azt lehet mondani, hogy az én bajtársaim a katonák közül a legnagyobb véradót a legrövidebb idő alatt az első világháború szedte. És ahogy alpolgármester úr említette, valóban felpátlinkázva és virágosan indultunk el ebbe a háborúba, ami nagyon hamar megmutatta az igazi harcát. Ez egy igazi gépi háború volt. Ez egy mai fogalmakkal leírható háború volt. Ugye a tűzgépek, ezt így nevezzük az ágyúkat, a géppuskákat, a könnyű géppuskákat, azok uralták a harcmezőket. Ez igazából a húsharca volt az acél ellen, amiben egyértelmű, hogy csak a hús veszíthetett. És gondoljátok el, hogy amikor az embert arra kényszeríti az élet, a hadsereg, a bevonulás után, hogy egy lövészárok háborúba kezdjen, ahol 2 hetente szolgál az ember a fronton, utána kivonják őket egy rövid pihenőre, utána visszakerül, és mondjuk 1/2 évente mehet haza. És ez a háború olyan értelemben rettenetes volt, hogy olyan egészségügyi ellátás nem létezett, mint a mai formában, nem jött a helikopter az emberért. Fájdalomcsillapítók sem léteztek olyan világon. És ugyanakkor azok a fegyverek, amik akkor már léteztek, azoknak a pusztító ereje majdnem megegyezett a maiakkal. Azok a frontkatonák szembenéztek a kolosszális tüzérségi előkészítésekkel, ami azt jelenti, hogy akár 1 hétig lőtték egymás állásait, napi több millió gránáttal akár. Gáztámadásokat kaptak, amit ma már nem tapasztalunk, mert ugye tiltják a nemzetközi egyezmények. Mesterlövészek vadásztak rájuk, például a hegyekbe egymás alá fúrtak aknákat az egymással szemben állók, teletömték robbanóanyagokkal és felrobbantották azokat. Olyan magasan folytak a harcok például az Alpokba, hogy a jég gleccserekbe fúrtak lyukat a harcolók, és oda hurcolták fel az ágyút meg a géppuskákat. És emellett ugye a zsúfolt állásokban pusztított köztük a különböző járványos betegségek, ennek voltak kitéve, és hogyha akit nem tudtak lehozni, az ott pusztult el. És az orvosi ellátás, mint ahogy mondtam, a maihoz képest rettenetesen gyenge volt. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a katonák, ezek a magyar katonák, frontharcosok olyan körülmények között harcoltak 4,5 évig, amit manapság már el se tudunk képzelni. Vad és konok bátorsággal, Galícia végtelen pusztáin, a Kárpátokban, Szerbia fennsíkjain, az Alpok ormai között, bárhol, ahova harctér szólította őket. És természetesen tudjuk, hogy az akkori magyar királyságban a nemzetiségiek aránya, hogy az meglehetősen nagy volt. És föl lehet tenni a kérdést, hogy a 660 ezer főből hány magyar halott, hány magyar ajkú halott volt. És a számok meglepőek. Amikor én is a hadisírgondozásban dolgoztam, próbáltunk ennek utána járni, bár a monarchia nem tartotta így nyilván a adatokat, de az ezredveszteségekből sikerült leszűrni, ezt is megdöbbentő volt. Ha az arányokat nézzük, az arányok alapján,
300 ezer körül kellett volna lenni a magyar halottaknak az aránya. Ez jóval fölötte van, majd megközelíti a 400 ezer főt. És ez azért volt, mert a magyar ezredek számítottak a legmegbízhatóbbnak, és ezért a legveszélyesebb helyeken vetették be őket. És képzeljétek el, hogy ezek a férfiak, akik 4,5 évig állták a csaták tüzét, és az itthon maradottak várták azt a rettegett levelet, amiben az eltűnésükről, a halálukról vagy a sebesülésről értesített. Milyen szenvedésnek voltak kitéve, és amikor hazajöttek, akkor mit kaptak? Ezért a véres és könyörtelen háború, egy trianont. És ezek a férfiak és nők, akik átélték ezt a 4,5 évet, a férfiak végigverekedték, a nők végig szenvedték, azok felépítették ezt az országot még egyszer. És akkor így kérdezem, hogy kik is vagyunk mi hozzájuk képest. És ugye a nagy többség, egy férfiak jelentős többsége még megélte a II. Világháborút, és a tartalékosok tisztek még abban is harcoltak. És az idősebb korosztály megérte még 56-ot is. És azt is látniuk kellett. Micsoda generáció volt ez. Úgyhogy én azért kérlek benneteket, hogy amikor hősök napja van, e felett ne szaladjatok el csak úgy. És azt is hozzá kell tennem, hogy ezek a késői katonák egy 1000 éves hadtörténelemnek a harcosai, leszármazottai. Ti is ezeknek vagytok a leszármazottai. Büszkéknek kell lenni rájuk. És hogy a magyar földet nagyon gyakran nem a kultúra, hanem a kard tartotta meg, és tényleg csak remélhetjük, hogy ezentúl csak a kultúrára lesz szükségünk, bár a jövő nem nagyon ezt mutatja, sajnos. De hogy a magyar történelemnek az abszolút része a hadtörténelem, sőt maga a történelemünk a szintiszta hadtörténelem szinte. Alig volt olyan év, hogy a magyarság ne háborúzott volna a Szélrúzsa valamelyik irányában. És ennek ti vagytok az örökösei. És ezeknek a férfiaknak és a nőknek a helytállása kell, hogy útmutató legyen. Abban a pillanatban, ha elfelejtjük őket, senki nem ápolja az emléküket. Az ő örökkévalóságuknak a záloga a ti emlékezetetek. Ha elveszítetitek ezt az emléket, ezt a földet is elveszítetitek, amin éltek, meg a jogot is hozzá. Ezek a férfiak és nők, akik Magyarországért haltak meg, küzdöttek bármilyen formában, egy szövetséget kötöttek arra, hogy a magyarság szabadságba fog élni. És ennek ti vagytok a letéteményesei, ti viszitek tovább. Meghaltak azért, hogy ti itt lehessetek. És erről szólnak ezek az emlékművek. És ezért kérlek arra benneteket, hogy amikor hősök napja van, és tudom, hogy az gyereknappal együtt van még mindig, azért vigyetek el csak egy mécsest, bármelyik hősi emlékmű, ez teljesen mindegy, minden magyar településen van egy. És emlékezzetek meg azokról a katonákról, akikről szól. És nagyon furcsa, hogy lehet olyan, nagyon ritka lesz, hogy van olyan család, akinek nincsen a halottja a háborúban. Egyébként statisztikailag szinte kizárt, de elképzelhető. Akkor arról kell megemlékezni, aki részt vett ezekbe a háborúkban, meg az ő bajtársáról, aki együtt szívott vele a lövészárokba egy cigarettát, megosztotta vele az utolsó falatját. Mert ez a szövetség, amit a lövészárokba kötöttek egymással a katonákkal, ez tartotta életbe Magyarországot a későbbiekben is. Az, hogy összetartozunk. És ennél nincs fontosabb dolog. Nem vagyunk nagy lélekszámú nép, de nagyon nagy történelmen rendelkezünk. Már kicsi földön élünk, ezt meg kell tartani mindenképpen a kultúránkkal együtt. És ennek a kultúrának az egy és oszthatatlan, sőt megtartó része a hadtörténelmünk. És abban a pillanatban, ha ez bárki lekicsinyli, méltatlanul beszél róla, az méltatlanná is válik arra, hogy ezt viselje. És semmi okunk sincs rá. És ezzel hagy zárjam a gondolatot, hogy ugye főleg a szocializmusban elültették bennünk azt a gondolatot, hogy főként Mohács után ez a magyar hadtörténelem, ez vesztes háborúk, bukásra ítélt szabadságharcoknak a sora. Azért én ezt annyira nem osztanám, és azt hiszem professzor is megerősít benne, hogy van egy nagyon sajátos nemzeti sorsunk nekünk, amit az iszlám hódításnak köszönhetünk. Amikor Mátyás király meghalt, történészi számítások szerint a Kárpát-medencében körülbelül 4 millió magyar élhetett. Mikor 1686-ban Budavárát felszabadítottuk, már nem saját erőből, hanem koalíciós hadsereggel, körülbelül egy ilyen másfél 2 millió magyar élhetett a Kárpát-medencében. Egy részük elmenekült, egy része elpusztult. És mégis itt vagyunk. Nagyon kevés nép élt túl egy ilyen veszteséget.
És ugyanakkor a Habsburg-birodalom keretén belül is részt tudtunk venni hatalmas háborúkban, remek katonaanyagokat adva a császár háborújhoz. És utána, ahogy polgármester úr mondta, 48-ban megint megvillant ez a magyar vitézség, nem is akárhogy. Az első világháborúban szintén, azt méltatlanul elfelejtettük, és a második világháborúban a nézetek ellentétben a magyar katona nagyon jó harcolt, ott, ahol megfelelő fegyvert kapott. És még 56-ban még mindig megmutattuk, hogy ott van a magyar bátorság. Úgyhogy joggal lehettek büszkébbek a elődeitekre, és soha ne tűrjétek el, hogy bárki gyalázza ezt a magyar hadtörténetet, hogy lekicsinyelje. Ez a miénk, senki nem fogja rajtatok kívül sem ápolni, sem őgérűzni. Egyedül vagyunk azért Európában, hozzá kell tennem. Hasonló sorsa a lengyeleknek volt csak ők egy jóval nagyobb lélekszámú nép, hál' Istennek meg nagyobb területen élnek. Éppen ezért merítsetek erőt ebből a történetből, és emlékezzetek meg az őseitekről, és hát reménykedünk benne, sőt úgy is próbálja mindenki alakítani ezt a világot, egy politikát, hogy nektek ne kelljen már háborúba menni, és ilyen emlékműveket ne kelljen még egyszer építeni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.